Kegyelemékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a Magyar Református Énekeskönyvünk szerinti 200. dicséretet, amely a Református Énekeskönyvünkben a 182. dicséret, mely így kezdődik: karácsony ünnepében, karácsony ünnepében. Ezen az ünnepen is Istentől megáldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, ha egy kicsit más is ez az ünneplésünk, mint amire vártunk, vagy amihez hozzászoktunk az évek alatt. Reménység szerint azért tudunk figyelni arra az üzenetre, amely örömüzenet a mi számunkra, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, közénk jött, hogy nekünk örömünk, békességünk, örök életünk legyen. Ezen a napon is fogadják szeretettel kis verses zenés összeállításunkat, épp úgy, mint a tegnapi nap folyamán, amikor is egy kicsit mássá, szebbé, békésebbé varázsolhatták a versmondók, az énekesek, zenészek a mi karácsonyi délutánunkat. Az ünnepi istentiszteleti rendünk hátralévő részében is láthatják a testvérek a feliratot, a mai napi istentiszteletet holnap délelőtt 10 órakor ismétli meg a Williams Televízió, és ez megtekinthető az interneten is. Az év utolsó vasárnapján 10 órakor lesz istentiszteletünk, amely ismétlésére kedden 5 órakor kerül sor. Aki még szeretné ebben az esztendőben eljuttatni hozzánk adományait, megteheti, de erre lehetőség lesz a következő esztendőben is, az új évben is. Számlaszámunk száma látható, épp úgy elérhetőségeink is, ha valaki személyesen szeretné elhozni az egyház fenntartó járulékot, vagy a persejpénzt, Isten dicsőségére szánt adományát, erre is lehetőség van. Csak kérem, hogy előtte egyeztessünk, hogy ne kelljen hiába fáradnia. Szeretnénk ebben az évben is átnyújtani azoknak, akiknek tudjuk, az Oltalom című újságunkat. Minden esztendőben karácsonyra ez megjelenik. Köszönjük szépen mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek abban, hogy írások kerüljenek bele, fényképek összerendeződjenek, illetve a kiadásért is szeretnénk köszönetet mondani. És most a köszöntő verseket, illetve az éneket hallgassuk meg.
Én felkelék jó reggel hajnalban, én felkelék jó reggel hajnalban, kimosdódám minden bűneimből, kimosdódám minden bűneimből, megkendőzém aranykendőcskével, megkendőzém aranykendőcskével. Kimenék én ajtóm elejébe, kimenék én ajtóm elejébe. Feltekinték nagy magas mennyékbe, feltekinték nagy magas mennyékbe. Nyitva látám mennyország kapuját, nyitva látám mennyország kapuját. Azon belül mennyország ajtaját, azon belül mennyország ajtaját. Azon belül egy terített asztalt, azon belül egy terített asztalt. Azon vala egy rengő bölcsőcske, azon vala egy rengő bölcsőcske. Abban vala, Urunk Jézus Krisztus, ül vala mellette anyánk Szűz Mária, ül vala mellette anyánk Szűz Mária. A lábával rengetgeti vala, a lábával rengetgeti vala, a szájával fújtogálja vala, a szájával fújtogálja vala. Aludjál el Istennek báránya, aludjál el Istennek báránya. Szeretetből jöttél ez világra, szeretetből jöttél ez világra. Vas Albert karácsonyi versek. Elindul újra a mese, fényt porzik gyémánt szekere, minden csillag egy kereke. Ezer egy angyal száll vele, jön, emberek, jön az égből Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese már nem is egészen mese. Belőle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni, mert rút a világ, fekete. Vak gyűlölettől fekete, vak, mint az emberek szeme, az égig sem látnak vele. Pedig az égből lefele porzik már az Isten szekere. Minden csillag egy kereke, és ezer egy angyal száll vele, az Isten maga száll vele, és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a keze. Szent tükrébe végre egyszer pillantsatok tiszta szemmel, Isten szemmel, hogy milyen szép is minden ember. Minden ember szépség tenger, s mint a tenger csillag szemmel telve vagytok szeretettel. Tagadjátok? Restellitek? Elfordulnak fejeitek? Megvakultak szemeitek? Szépségteket, jóságtokat nem érzitek? Nem hiszitek?
csillaggyertyák fénye mellett Isten elé nem viszitek? Akkor bizony rútak vagytok, szegények és vakok vagytok. Ha szépen lenni nem akartok, de még így is, szegényen is, rútan, vakon, mégis Isten gyermekei vagytok. Rátok süti fényes szemét, és elindítja fényszekerét, jó emberek játékszerét. Milyen kár, hogy áldó kezét nem érzitek, nem nézitek, s nem hiszitek már a mesét. A rút világnak gondja van. Minden embernek gondja van. A sok angyalnak mind gondja van. S az Istennek is gondja van. Mert mindenkire gondja van. S így múlik el a szép s a jó az ember mellől. Nyomtalan. Istentiszteletünk folytatásaként énekeljük a Magyar Református Énekeskönyvünk 201. dicséretének 3. és 4. versét, ami a Református Énekeskönyvünkben a 315. dicséret, a Nemes Betlehemnek városában gyermek született szűztől e világra. A Nemes Betlehemnek városában gyermek született világra. Örömet hozott Ádám árváira, maradékira. Eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit a mi segédelmünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Ezen az ünnepi órán hallgassuk meg, miként szól hozzánk Istenek igéje,
Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma második részéből, a 8. verstől a 20. terjedő versekben. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását és magyarázását, imádkozzunk. Örünk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ez az ünnepi nap is elérkezett közénk. Köszönjük, hogy mi visszaemlékezhetünk a régmúlt időkre, de arra kérünk, hogy ez a mi számunkra több legyen, mint emlékezés. Több legyen, mint egy-egy történetnek a felidézése, és végiggondolása annak, hogyan és miként történt egykor a születés, hogyan értesültek róla a pásztorok, mit tapasztalhattak a napkeleti bölcsek. Arra kérünk, te segíts, hogy ez ne csak ismeret legyen a számunkra, ne csak egy jól ismert történet, hanem értsük meg, hogy ezáltal mit üzensz nekünk ma, itt és most. Arra kérünk, te nyisd meg számunkra az ige ajtaját, tégy bennünket készé arra, hogy tere át figyeljünk, ha ez egy kicsit más is, mint amihez hozzászoktunk, más módon, más rendben, nem olyan módon történik meg a találkozás, de ha egymással másként is találkozunk, legyen találkozásunk veled. Így kérünk, légy itt közöttünk, segíts meg a mi igére figyelésünket. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a Magyar Református Énekeskönyvünk 189. dicséretének 6. versét, ami a Református Énekeskönyvünkben a 301. dicséret, kérünk Úristen tégedet, erősítsd meg híveidet. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent ígédet, és vallhassuk te hitedet.
Istennek igét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának második részéből a 9-től a 11-ig tartó verseket, ahol a következőképpen szól Istennek igéje. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvéreim, amikor ezeket a szavakat halljuk, akkor azt mondhatjuk, olyan jól ismerjük ezt a történetet. És azt is mondhatjuk, hogy olyan sokan megpróbálták megjeleníteni a csodát képekben, vagy versekben elénk adni, ahogy ezt tegnap is tapasztalhattuk. De nem csak a művészek próbálták elénk adni a csodát, hanem azt mondhatjuk, hogy mi magunk is igyekeztünk egy kicsit különlegessé, mássá varázsolni az előző esténket, és talán egy kicsit ma is igyekszünk másként tevékenykedni, mint amit megszoktunk a hétköznapokban. Hiszen mi magunk is igyekszünk valamit visszaadni abból a fényből, amit annak idején megtapasztalhattak a pásztorok is. Hiszen nem csak hallották a küldöttnek a szavát, hanem az ő dicsősége betöltötte a helyszínt, azt, ahol ők tartózkodtak. És hallhatták az angyali szózatot, amely a számunkra is hangzott a mai napon. És akkor, amikor végig gondoljuk, hogy tulajdonképpen hogyan s milyen módon jut el hozzánk Istennek az üzenete, akkor azt mondhatjuk, nem az a különleges esemény, nem az a különleges angyali jelenés történik meg, mint ami megtörtént az első karácsonyon, de mi kezünkbe vehetjük a Szentírást, olvashatjuk, hallhatjuk az erről szóló híreket. És az üzenet az mindennél fontosabb a számunkra, hiszen arról szól, arról tesz bizonyságot az angyal, hogy az Isten közöttünk van. Az Isten küldötte, közénk jött, hírül adta, nem csak egy küldött érkezett, hanem nála nagyobb, akiről ő bizonyságot tesz, akinek a teste töltéséről kijelentést hoz. Rámutat arra, hogy Istennek a szeretete árad, azáltal is, hogy közénk jött, hogy földre jött. És a bizonyságtételben benne van mindaz, hogy nem mérlegeli, hogy megérdemeljük-e. Nem azt nézi, hogy ki mit élt, mit cselekedett, milyen jutalmat érdemel. Azt sem nézi, hogy ki hol áll a társadalmi ranglétrán, hanem jön. Különös tapasztalás lehet ez mindenki számára, aki hallja. Aki jelen van, az különös dolgot tapasztalhat meg, amikor az Isten kijelenti önmagát. És egy egészen különleges dologra figyelhetünk föl, mégpedig arra, hogy az Isten mennyire másként munkálkodik, másként tevékenykedik, mint ahogyan azt mi megszoktuk. Hiszen az üzenet olyan módon érkezik el a pásztorokhoz, hogy ők nem mozdulnak el a nyáj mellől. Végezték a munkájukat. Ott voltak. És hozzájuk érkezik az angyal. Azt mondhatjuk, ebben az esztendőben szerte a világon lelassult az élet. Országok zárnak, és nincs az a jövés-menés, mint ami az első ünnepen volt,
amikor mindenkinek el kellett mennie oda, ahol született. Nem veszük örömmel a korlátokat, a lassítást. Nem veszük örömmel, hogy nem mozdulhatunk, nem tehetünk meg olyan távolságokat, mint amit talán más esztendőben megszoktunk. Nem lehet annyi mindenkivel találkozni, és ez a találkozás is egy kicsit más. De amikor ezekre a találkozásokra gondolunk, akkor gondoljunk arra, az Isten oda jön, ahol vagyunk. Megtalál bennünket. Neki nem kell keresnie, hogy hol vagyunk, mert tudja. És nekünk nem kell félnünk attól, hogy ha nem indulunk el, nem lesz találkozásunk vele. Mert ő oda jön, ahol vagyunk. Megtalál abban a helyzetben, abban az életszituációban, amiben vagyunk. Bármilyen tevékenységet végzünk is. Nem a pásztorok keresték az újat, a különlegeset, nem ők vágytak egy különleges élmény után úgy, hogy azt vadászták volna. Várták a csodát, hiszen Izraelben minden Isten hívő várta a Messiás elérkezését. Nem tudták, mikor jön, nem tudták pontosan, hová érkezik, de tudták, hogy egyszer eljön. És úgy átgondolhatjuk, hogy pont egy éjszaka közepén egy különleges kijelentést kapnak. És annyi minden eszükbe juthat, mint ahogy nekünk is annyi minden eszünkbe jut a karácsonyi történésről. Kint vannak a mezőn, és az Úr angyala érkezik hozzájuk, akit az Úrnak dicsősége körülvesz. És ez az, amit észre lehetett venni, észre kell venni a mennyei seregeknek a megjelenésekor. Vagyis mielőtt hangzik a hírek, az Úr dicsősége tölti be a helyszínt, azt a helyszínt, ahol ők vannak. És ezt nem csak közel 2000 esztendeje tapasztalhatták a pásztorok. Ennek a lehetőségnek a megtapasztalására ma is van lehetőség. Istennek a dicsősége ma is körülvesz bennünket. Csak egy kicsit csendben kell lennünk, készé kell tenni a szívünket, hogy meghallhassuk, megláthassuk a fényt. És átérezzük, hogy szűnnek a terhek. Hogy azok, amelyek elhomályosítanák az örömöt, az Istennek a dicsőségét, azok az ő jelenléteiben kicsinyé válnak. Hát engedjük, hogyha nem is a megszokott helyen, nem a megszokott módon vagyunk együtt, de ő jelen van, közöttünk van, mert az ő dicsősége betölti a földet. És ahhoz, hogy igazán ezt átérezzük, azt mondhatjuk, hogy le kell győzni a félelmeinket. Ezt tapasztalhatták a pásztorok is. Hiszen akkor, amikor az angyal közéjük érkezik, akkor olyan, mintha minden tudna, hogy mennyire szükség van arra, hogy a váratlan esemény láttán keletkezett félelmüket legyőzze. Hiszen a különleges látás után hallik a hang, hangzik a szó, és ebben a szóban az van benne, hogy ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. De mielőtt elmondaná az örömhírt, el akarja oszlatni a félelmeiket. Mert ha belegondolunk,
félelem meggátolja az embert abban, hogy meghallja azt, ami hangzik felé, hogy felfogja az üzenetet. Hiszen amikor az ember fél, csak a félelem tárgyára koncentrál. Hangzik az üzenet, hangzik a buzdítás a mi számunkra is, ne féljetek! Isten le akarja győzni a mi félelmeinket is. Le akarja csendesíteni a mi szívünket. Az angyal érezte, hogy amikor megjelent, a pásztorok féltek tőle. De ő nem akarja, hogy félelemben legyenek. Ne féljetek! Hiszen az, amit mondani akar, abban nincs semmi félelmetes, sőt. Ebben az üzenetben ma sincs félelmetes. Sok üzenetben igen, de ebben nincs. Ebben örömüzenet van, örömhír szól. De azt hiszem, hogy ma különösképpen is értjük, és érezzük annak a szükségét, hogy valakinek buzdítani kell bennünket arra, hogy ne féljünk. Mert nincs mitől félni. Nincs kitől félni. Nincs olyan élethelyzet, amelyet az Isten nem tudna megoldani. Nem csak azokra a hírekre kell figyelni, amelyek félelmek közé taszítanak, hanem figyelni lehet arra a hírre, amely oldja a félelmeket. Lehet figyelni arra a szóra és arra a buzdításra, amelyre figyelhettek egykor a pásztorok, és amely buzdítás ma is szól és hangzik. Ne féljetek! De akkor, amikor hangzik a buzdítás és a bátorítás az, hogy ne féljetek, akkor nem annyit mond csak, hogy hát nincs miért félni, hanem egészen különleges módon ott van ebben a buzdításban az, ne féljetek, mert született néktek ma a megtartó. Ó, hányszor hallottuk már ezt a bátorító szót, ó, hányszor hallottuk ezt a kijelentést, és mégis olyan nehezen tudjuk igazán megérteni és elfogadni, hogy miért nem kell félni, hiszen Isten elküldte a szabadítót, aki által megtart bennünket, aki által életet, örök életet szerez a mi számunkra. Jól tudjuk, jól érezzük, hogy olyan sokszor vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor mindez olyan távolinak tűnik. Amikor nehéz odafigyelni az igére, amikor csak azzal foglalkozunk, ami bánt bennünket, ami nehéz, ott tornyosulnak a megoldatlan feladatok, és nem halljuk meg a buzdítást. Ne féljetek! Mert a megtartó megszületett. Ne féljetek, és ne csak a kudarcokra gondoljatok, ne csak a csalódásokra, ne a félelem legyen Úr az életetekben, hanem a reménység. Hiszen akkor, amikor a pásztorok látták a különleges csodát, a különleges fényhatást, az nem maradott ennyiben, hanem ez a kijelentés hangzott. Akkor, amikor arról beszélünk és arra figyelünk, hogy mit jelentenek a fények az embernek az életében, akkor azt tudjuk mondani, hogy ezek olyan dolgok, amelyek látványosak. És valahogy egy-egy ünnepi pillanatban, különösképpen a karácsonyi ünnepkörben, ott van bennünk az a vágy, hogy minél díszesebb legyen a lakás, a várakozásról árulkodnak az ablakok, csillogóbbak a fények az utcákon, tereken.
minél nagyobb a fa, minél több az ajándék. Valahogy mind-mind arra mutat, hogy szeretnénk egy kis különleges helyzetet varázsolni. De nem kell semmit varázsolni. Az Isten kijelentése az egészen különleges dolog. A pásztorok ünnepét az angyal megjelenése és a mennyei seregek sokasága tette egészen különlegessé. De nem maradtak meg a külsőségek mellett. Mert ha csak a külsőségek mellett maradunk, akkor nem értjük meg az örömhírnek a lényegét. Kijelentik, megszületett a gyermek. Nem érvelnek, hanem fennen hirdetik. Nagy öröm lesz, az egész népnek nagy öröme lesz mindaz, ami történt. Szól arról, hogy nem csak egy gyermek mosolyának, örömének örülhetünk, hanem olyan örömről ad hírt az angyal, ami arra mutat, nem csak ti, nem csak a szűkebb környezet, hanem mindenki örülni fog. Az egész népnek öröme lesz, mégpedig teljes öröm. Kivétel nélkül. Mindenkinek szól, akihez csak eljut. Még nem tudják, minek kell örülni, hiszen az örömre hívás hangzik. És csak akkor, miután azzal szembesülnek, hogy lehet örvendezni, nem csak nekik, hanem mindenkinek, csak azután mondja el az angyal, hogy miért örülhetnek. Legelőször az örömről beszél. Örülni, örvendezni, mindenki szeret. És szeretjük, ha tudunk örömet szerezni azoknak, akiket szeretünk. Akkor, amikor az örömhír szól, az nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz nehézség, nem lesz szomorúság, hanem arról szól, hogy van vigasztalás, mert hirdettek néktek nagy örömet. Tudunk-e az örömről, az örömeinkről beszélni? Megosztjuk-e egymással? Át tudjuk-e adni, hogy az apróbb, nagyobb örömeink mellett van egy egészen örvendetes hír, amiről a karácsonyi üzenet szól. Jézus megszületett, leszállt a mennyből, közénk jött. Azt is mondhatjuk, hogy az angyali szó, a különös látvány, a kijelentés mind-mind egy irányba halad, hogy rámutasson arra, kicsoda az, aki a földre érkezett. És ezt töltheti el túlcsorduló örömmel a szívünket. Nagyszerű dolog, amikor valaki jó hírrel jön valahonnan. Azt is mondhatjuk, hogy szinte ki vagyunk éhezve arra, hogy jó hírt kapjunk. És fölteszi ezt a kérdést nekünk is ezen az ünnepen. Csak várjuk a jó hírt, vagy el is tudjuk azt mondani? Kinek, minek tudunk igazán örülni? Kicsoda az én számomra, aki eljött, aki közénk jött? Mennyire tudom végig gondolni az egész történést, és ennek a jelentőségét az én és a szeretteim számára, és az egész világ számára? Mi a hangsúlyos? Nem elég, ha a karácsonyfára, a gyertyák fényére, a csillagszórók fényére figyelünk, és ez áll a középpontban. Mert a középpontban annak kell állni, aki megszületett. Az angyalok sem magukról szólnak.
nem magukra hívják fel a figyelmet, hanem a gyermekre, nem a Jézuskára, hanem arra, aki megszületett, akiről azt mondják, hogy a megtartó. Így hangzik a kijelentés róla. Ezért örvendetes a mi számunkra. Mert aki eljött, aki megszületett, már akkor, amikor gyermekkorában, megszületése után szól a kijelentés, hangzik, ő a megtartó. Vajon így tekintünk-e rá? Észrevesszük-e a kicsin gyermekben azt a megtartót, aki azért jött el erre a földre, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. Azért öltött testet, hogy nekem, neked életed legyen, hogy örömünk teljes legyen, hogy megtanuljunk örülni. Nem csak felszólításra, ahogy az angyal mondja, hanem hittel, kételkedés nélkül örülni annak a hírnek, amely hangzott, és amely ma is hangzik közöttünk. Olyan öröm, ami egy állandó. Jó lenne. Jó lenne tudni azt, hogy ami örömhírként érkezett ebbe a világba, az ma is örömhír. És valahogy olyan módon állandósult az örömük, hogy hallották, és akkor, amikor már nem látták a különlegest, amikor már nem volt olyan módon jelen az angyal és a mennyei seregek sokasága, hogy ott maradt volna folyamatában az ő fényével, dicsőségével, amivel elküldetett közéjük, hanem amikor ők visszatértek a mennybe, a pásztorok el akartak menni, hogy meglássák a gyermeket. De nem azt mondták, hogy majd, ha látjuk, elhisszük. Elhitték a kijelentést. És akkor, miután találkozásuk volt a gyermekkel, nem őrizték meg maguknak a titkot. Nem azt mondták, hogy de jó, hogy én tudok róla, hanem elmondták másoknak is. Akkor, amikor a karácsonyi kijelentésre figyelünk, akkor jó, ha tudjuk, hogy mit üzent, nem csak akkor, hanem most itt az angyal. Mit szeretne az Isten megértetni velünk? Milyen lehetőséget adott a mi számunkra is? Lehet, hogy nem úgy, amint elgondoltuk, vagy amint vártuk, de lehetőséget ad, hogy nekünk örömünk teljes legyen, mert nem arra kell figyelni, hogy miben vagyunk gyengék vagy rosszak, hanem arra figyelhetünk, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, hogy ő a kegyelmével, szeretetével közel jött hozzánk, segítő kezet nyújtott, életet kínál, örök életet, mert megszületett a megtartó. Tapasztaljuk meg a pásztorokkal együtt azt a dicsőséget, amely ma is körülvesz bennünket, mikor Isten közöttünk van, aki közénk jött, hogy átformálja a mi életünket. Dicsőítsük őt. Amen. Az igére válaszul, énekeljük a Magyar Református Énekeskönyvünk szerint a 203. dicséretünk második versét, ami a Református Énekeskönyvünkben a 327. dicséret, az életnek szent ura, dicsőség királya.
imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. Urunk Istenünk, szeretnénk hálát adni a mai napon neked, hogy az örömhír ma is szól, hogy neked ma is van üzeneted, mondani valód a mi számunkra. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, de még inkább köszönjük azt, hogy te hozzánk jössz. Üzeneted van a mi számunkra, szeretnéd oszlatni közöttünk a sötétséget, a félelmet és a kétséget. Megvalljuk neked, Urunk, mi nem csak az éjszakában, hanem sokszor nappaljainkban is azokat a dolgokat vesszük észre, amelyek ijesztőek, amelyek félelmetesek. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a mi félelmeinkkel, és köszönjük, hogy te vagy az, aki megszólítasz bennünket, buzdítasz és bátorítasz, ne félj, hanem a félelem helyett valami egészen mást kínálsz nekünk. Örömöt, reménységet, örök életet. Arra kérünk, Urunk, te tégy bennünket készé arra, hogy mi ne csak azt lássuk, mit jelentett, hogy egy kicsi gyermek megszületett, hanem vegyük észre mindazt, amiről az angyal bizonyságot tesz, a megtartó érkezett erre a földre le. Hadd legyen számunkra ez az üzenet élő és ható, hogy tudjuk, te vagy az, aki általa kegyelmet, bűnbocsánatot, örök életet ajándékoztál a mi számunkra. Arra kérünk, te tégy bennünket készí arra, hogy ünnepeinkben és hétköznapjainkban egyaránt félelem nélkül tudjunk élni és örvendezni. És te tégy arra is készí, hogy tudjunk erről az örömhírről beszélni. Urunk, te látod, mennyi mindenről beszélünk. Olyan dolgokról is, amely nem visz előre, amely nem örömet hagy mások szívében. Kérünk, bocsásd ezt meg nekünk. Formálj bennünket, hogy reát tudjunk mutatni. Ott, ahol vagyunk, ahová te helyeztél bennünket. Segíts, hogy ünnepünk teljes legyen, szerte a világon. Hogy egy szívvel, egy lélekkel dicsőíthessünk téged. Így kérünk, maradj velünk a mi ünnepünkben. Amen. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a Magyar Református Énekeskönyvünk 203. dicséretének 3.-4. verse, illetve a Református Énekeskönyvünkben ez a 327. dicséret. A 3. vers így kezdődik: ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak, és vigadva örvendjetek, buzgó hívek. A magas mennyben dicsőség Istennek, oly
Isteni gyermek testet öltött ége, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.